József Attila Tiszta szívvel című versének megzenésített verzióját adták elő a Szekszárdi Gyakorló Általános Iskola 8. osztályos diákjai a Béla Király téren. A magyar költő születésnapját április 11-ét 1964-ben nyilvánították a Magyar Költészet napjává. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal, de leginkább versekkel tisztelegnek a magyar líra előtt az egész országban. Így volt ez Tolna megye szerte is. Nyolcadikos tananyag ez a vers különben, és az iskolában is nagyon szívesen felelnek úgy, hogy éneklik, hiszen ez egy népdal dallama, úgyhogy nagyon szívesen felelnek énekelve ebből a versből. És rögtön benne voltak, hogy akkor ezt hozzuk össze, ezt a flashmobot. A diákok ezen kívül a Garai, a Liszt Ferenc és a Szent István téren adták elő költészetnapi produkciójukat a járókelők szórakoztatására. Fénycsillan át az üveget lágyan, melegen, szikrázva szórja szét ezernyi aranyló gyöngyszemét. Tolnán Rubányi Anita adta elő azokat a költeményeket, melyek a helyi kulturális központ által szervezett versengő című versíró pályázatra érkeztek. A megmérettetésre 14 éves kortól lehetett jelentkezni. Közel 40 alkotást küldtek be a városból és a közeli településekről. Többnyire középiskolások éltek a lehetőséggel. Egy-két olyan is, ami néhány soros mindössze, de voltak igen hosszú versek is. Tehát ugye ki hogy érzi azt, hogy az, amit mondani szeretne, azt milyen módon, milyen hosszú versorokban, milyen verstípusban tudja kifejezni, úgyhogy nagyon változatos volt a mezőny igazából. Szabó Dávid megzenésített verseket adott elő a költészet napján Pakson, azon a rendezvényen, ahol átadták a város első verselő-mesélő telefonfülkéjét. Ez a kezdeményezés a település életében egy új kulturális színfoltot hozott. A telefonfülkében paksi és környékbeli verskedvelők szavalását hallhatják, míg a fülke másik felében elhelyezett könyvek közül lehet válogatni, és a kedvükre valót elvinni, vagy esetleg egy másikat otthagyni. Vigyázzunk a virágra! Ez a telefonfülke is ugyanebből a célból készült, hogy vigyázzunk a kultúránkra, vigyázzunk a verseinkre, vigyázzunk az értékeinkre. Jót tesz az életnek, jót ér minden valla, amit ma nevezhetsz, sosad holnapra. Bátaszéken az óvodások is kivették részüket a költészetnapi programból. Aranyosi Ervintől, Szabó Lőrinctől, Lackfi Jánostól vagy Petőfi Sándortól is hallgathattak a jelenlévők verset a gyerekek előadásában. A programot Nemes Nagy Ágnes Tanulni kell című versének közös elmondásával zárták. Tanulni kell a nyári felhőt. A lobbanásnyi égi erdőt. Az idősebb korosztály sem feledkezett meg erről a különleges napról. Tolna megye legdélebbi településén, Bátán regionális szavalóversenyt rendeztek a szépkorúaknak a költészet napja alkalmából. A nyugdíjas klubok és idősek életet az éveknek Tolna megyei szervezete minden évben megrendezi ezt az eseményt. Idén Tolna, Somogy és Baranya megyékből is érkeztek vállalkozó szellemű nyugdíjasok. Összesen 170-en vettek részt az eseményen. A klubjaink működésének legfőbb motiválója az örömszerzés és a mindenkivel meglévő tettvágy és tehetség kibontakoztatása, és ez egy most olyan alkalom, a versmondó verseny, hogy itt igazán mindenki kibontakoztathatja a tehetségét. A zsűri a legjobb 10 versmondót javasolta a május 11-én Budapesten a Hagyományok Házában tartandó Szólj költemény, vers és prózamondók találkozójára.